Életműdíjat kapott Alain Delon a 72. Cannes-i filmfesztiválon. Az egyik legismertebb francia színésznek lánya, Anouska Delon adta át az elismerést. Ellentmondásos életútja miatt többen tiltakoztak a díj ellen, mert szerintük Delonnak korábban voltak rasszista, nőgyűlölő és homofób megnyilvánulásai. Egész életemben a szakmában dolgoztam, megtettem minden tőlem telhetőt. Megrázó volt a ma esti vetítés. Ezt a szakmát én választottam, a legjobbak irányítása alatt dolgozhattam. Úgy tűnik, filmsztár vagyok, és ezért a közönségnek tartozom köszönettel, senki másnak, mondta a színész. Pályafutása alatt 7 olyan filmje is szerepelt a fesztiválon, amiben főszerepet játszott, ám a 83 éves színészt eddig nem díjazták.